pozitív vagyok természetesen, és nagyon bizakodó is. Hála Isten a legtöbbjükkel, a sportolókkal is, meg a szakemberekkel is, a szakmai igazgatóra, a szövetségkapitány úrra van egy nagyon jó személyes, őszinte kapcsolatom. Ami ott a hajóban elhangzott, nagy titok nem volt természetesen, de ők is azt az érzésüket osztották meg velem, hogy mivel itt a fiú négyes talán a legnagyobb izgalom a kvóták tekintetében, de ott egy másodpercen belül van az első 10-12 hajó, ott kell mindent megtenni annak érdekében, hogy ez úgy sikerüljön, az az egy nap, a középdöntővel meg a döntővel, hogy az oly nagyon kívánt kvóta az meg legyen. Igyekszem a pillanatban lenni, szóval most akár izgulhatnék is azon, hogy mi lesz majd 8 nap múlva, vagy mi lesz tényleg jövő hét vasárnap, de minek tenném, hiszen energiát vonok el magamtól nap, mint nap. Inkább amit ma megtehetek, azt meg is teszem. Én úgy gondolom, hogy ha világbajnokságra tényleg jó állapotban fogunk odállni, és már pedig jó állapotban fogunk odállni, akkor tényleg az éremért szeretnénk küzdeni, és reméljük, hogy minél fényesebb lesz. Hát szerintem most még jó formában vagyok, mint az EB-n. Nagyon sokat csiszoltunk még itt a rajton, sok gyorsító edzés volt. Azt mondom, hogy szerintem visszajött az az erőálló képesség, ami évelején hiányzott ugye a sérülés miatt, úgyhogy én nagyon várom már a világbajnokságot. Nyilván szeretnék címvédeni, na azt tudom mondani, hogy úgy megyek ki, hogy címvédő szeretnék lenni, illetve kvótát szerezni, most nagyon fontos. Várom a versenyt, örülök, hogy tudok indulni a VB-n, és kíváncsi vagyok, hogy mit tud a négyesünk nemzetközi mezőnyben. Nyilván szokni kell az, hogy 100 felé van a figyelmem, nem csak a kajakozásra kell fókuszálnom, de azt gondolom, hogy most már egész jól belerázódtunk. Ugye a legutóbbi kvóta szerző négyesben hárman is benne ülünk, nyilván nagyon sok idő eltelt azóta, de azt gondolom, hogy ez tényleg egy jó négyes, és szeretnénk minél előrébb végezni. Elég szokatlan volt, hogy nem 500-hoz álltam be a pályamenéseknél, hanem 200-hoz, de most megkezdem megszokni azt, hogy a pálya hogyan is épül fel. Igazából az év elején párosra készültünk, aztán végül is egyes lett belőle, de úgy gondolom, hogy majd megbirkózom ezzel a feladattal is. Hát nagy vágyam, hogy eldöntözzek, úgyhogy remélem, hogy ez sikerül. Hogyha sikerül, onnantól szerintem már könnyű dolgom lesz a kvótát megszerezni.